Sziasztok, itt újra ez után. Most megtudhatjátok, milyen tanuló voltam az egyetemen. Tehát ez lesz a második része az előadásomnak. De ez egy elég szokatlan tanulmány volt számomra. Ezt is kezdjük azzal, hogy 6 évet végeztem akkor. És más volt az eredmény, tehát 50%-ok teljesítenem mindig. Tehát lássuk is hozzá, hogy miről beszélek. Tehát ilyen rövidítések voltak. Szeretett szeretni A-t, B-t, C-t, D-t, E-t vagy FX-et. Hát az első évfolyam volt a legrosszabb. Mert volt FX-em. De sok kreditet tettem fel. És az egy első szokatlan dolog, úgy terveztem, hogy magiszterével úgy csinálom meg, hogy gyakori véget a tanulmányom, hogyha megcsináltam 100 tantárgyat. De az kredit előnyökkel kellett, hogy rendelkezzek. Tehát a téli szemeszteren 35 kreditet vettem fel, de csak 30 ajátom sikerre. Tehát a matek első része az elégséges, a válti kommunikáció az jó, de az informatikából azért nem mentem át, mert elbasztam az EH-t. És emiatt megbuktam, így másodikban kellett megpróbálni még egyszer. Tehát itt a tét az volt, hogyha egyszer megbuksz, másodikban már game over a bukás. Ezen kívül minden elégséges lett, viszont a szociológia azt jóra megcsináltam, és a gazdaságföldrajzot B-re. Tehát az A stárgyak 4-5-6 kreditesek, a B stárgyak 3 kreditesek, és a C stárgyak 2 kreditesek. A nyájszeresztemben meg csak egyből nem tudtam átmenni. Hát még az elmélet is kurva nehéz volt, meg a gyakorlat is. Mutatok pár gyakorlati dolgot, hogy mitől volt olyan nehéz. Igen, aki a Sérény Állás Egyetem gazdaságtudományi karára akar vagy jelentkezni egy napon, az számoljon ilyen nehéz számításokkal. Ezek kurva nehéz számítások, és még belejön is elég nehéz. Ezek nehéz egyenletek. Látjátok, milyen rövidítések vannak itt. Ezeket mind gyakoroltuk szemináriumon, és még grafikont is kell készíteni. Sajnos ekkor kettőben nem tudtam átmenni, még a 30%-ot sem tudtam elérni. Olyan nehéz volt az a szeminárium. Folyton elcsesztem. Még egyenlőtt csak egy C-stájból tudtam átvinni. És először váltam testnevelést. Na igen, a testnevelés. Ebben van egy érdekesen szokatlan dolog, amit tettem. Arra gondoltam, hogy kipróbálom mindet. Minden termet. Tehát volt fitness terem, nagy terem, aerobik terem, és a komáromi úszoda. És arra gondoltam, mind a négyet kipróbálom. Tehát az első évfolyamban a fitness termet próbáltam ki. És azt abszolváltam. A kis azt jelenti, abszolváltam. Ja igen, a marketing. Azt megcsináltam délre, de az a szokatlan benne, hogy a vizsgám szombaton volt. És lekéstem a buszt, így, és mivel taxira nem volt egy pénzem, így biciklivel mentem Gútárok Komáromba, tehát 25 km bicikliztem, hogy odaérsek még 10 óra előtt. És másfél órába telt Gútárok Komáromba jönni biciklivel.
Még van, most meglepődtem, hogy össze tudom ezt hozni. Aztán testnél is 2A, itt már nagy termet próbáltam ki. Ja, még valami. Néhány tantárgyat ebből a nagybátyám tanított, azaz anyukám öccse. A tanárok becsülete érdekében nem árulom el a nevét, nehogy valaki megsértődjön. Aztán itt már harmadszor volt matekom, de utoljára. A statisztika, ez egy nagyon nehéz tantárgy, de szerencsére használtam a számítógépet. Aztán az informatika egy FX-ről javítottam B-re. Tehát sima, hogy volt átmennem. Aztán... Igen. Aztán a nyári szemeszter. Eko 2-ből sikerült átmennem C-re. FX-ről C-re javítottam. De itt kaptam meg két átkaptam. Az egyiket egy prezentáció miatt, aztán informatika 2, amikor az Axis tanultuk, és komoly meglepetéssel álltam elő. Olyanot is bemutattam, amit a tanár nem tanított nekem. És emiatt már úgy döntöttek, hogy megadják az át. De a bakaláron csak 2 ám volt. Aztán volt olyan, hogy tehát ezt, a Spawn egy ástárgy volt, és azt is a nagybátyám tanította. Én ilyen ástárgy volt, senki nem úszhatta meg, hogy találkozzon a nagybátyámmal. A PFN egy az pályati pénzügyek, a HOP az jogot jelent, a harmadik könyvelés, a vállalati információs rendszerek volt B-re, a testnevelés 3-á, ott az aerobik termet próbáltam ki. Aztán jött a nyári szemeszter, de az már rosszabbra fordult. Ugyanis itt már meg kellett írni egy szakdolgozatot, és meg is mutatom. Méghozzá ezt. Tehát ez lenne az én szakdolgozatom. Szlovákia agrárpolitikája különös tekintette a kis és családi gazdaságokra. Ezt azért is mutatom meg, hogy tudjátok, miért számítsatok, ha egyszer eljuttok idáig. Legalábbis a kis egyenlás egyetemet választotta. Tehát ez lenne a bakalár dolgozat. A szakdolgozat vezetője a nagybátyám volt. Kellett annotációt is csinálni, absztraktot csinálni magyarul, szlovákul és angolul. Ezt követte a tartalom, majd a bevezetés, az elméleti részek, hát szerencsém volt, hogy a nagybátyámat választottam, mert a szakdolgozat nagyon felbaszta az agyamat. A szakdolgozat megírása egy főiskolán rettentően nehéz. Főleg plágium nélkül. De megmondták, hogy a plágium az csalásnak számít, és ez nagyon nehézítette az átmenést. Tehát ilyen grafikonokat is kellett csinálni. És a forrást is be kellett írni. Aztán jött a befejezés, majd a rezumé szlovák nyelven. Majd a szakirodalom. És végül a lemez. Lemez kellett beletenni.
Aztán Tesznyel is 3B. Ott már Kumármi úszodát próbáltam ki, tehát úszást vállaltam. Tehát én, ez az összesen 200 kredit volt, viszont az államvizsgán nem tudtam átmenni. Tehát mi ebben a szokatlan része? Hogy négyszer volt államvizsgám. Aztán elgondoltam, hogy hozzáadok még néhány tárgyat szorgalomból. Ez is minden B-s tárgyat elfogadok. Tehát mind a három management tárgyat, amit előzőleg nem vettem fel, másodszor már felvettem. Tehát összesen ez 4 B-s tárgyat és 3 C-s tárgyat vettem fel. Tehát ez így hozzáadódva 64 tantárgy az államvizsga előtt. Aztán már csak 2 életem volt, de utolsó előtt csak egyből tudtam átmenni. Tehát itt a tét óriási volt, hogy az utolsó nem megyik át, az már game over. De szerencsére 2 tantárgyból már győzelmet adhattam, így folytathattam a magiszteri képzésen. Hát sajnos nem tudok diplomát mutatni jelenleg, mert az nem tudom hol van. De nem is kell, mert a magiszteri az annál sokkal jobb szinten van. Ezt követte a mesterképzés. De a mesterképzésben is nem volt annyira nehéz. Annyi volt csupán a különbség, hogy egyedül csak a diploma dolgozat volt a nehéz. Minden más ugyanolyan nehéz volt, mint a BC. Itt is lehetett testnevelést vállalni, de akkor az már egyre ment. És vállaltam egy kreditért. Egyszer a nagyteremben, másodszor meg az úszodában. Ha jól emlékszem. És ilyenkor, de ez már olyasmi volt, hogy nem buktam meg végig. Tehát jobban teljesítettem mögöröm, mint BC. Ezt úgysem látjátok rendesen, úgyhogy megmutatom oklevélben. Tehát így, ez lenne az oklevél. Tehát az A volt az 1-es, B a másfél, C a 2-es, D a 2,5, E a 3-as, és az FX a 4-es. Tehát nem volt itt 5-ös. Ebben az értékelési skálában. Tehát nézzük, miből mentünk át. Vagyis én már miből mentem át. Angol nyelvből C, válti adózás B, válti információs rendszer B, nemzetközi management és nemzetközi vállalkozások C, nemzetközi marketing E, szervezeti rendszerek és szervezeti kultúra D, stratégiai management E, sportjátékok B, angol nyelv I, pénzügyi menedzsment D, menedzseri döntéshozatal H, E, minőségmenedzsment E, marketing stratégia E, emberi erőforrás nemzetközi menedzsmentje C, projektmenedzsment D, családi vállalkozás B, szemesztrás munka, igen, az D, és ezt is a nagybátyám tanította. Sportjátékok C, angol nyelv finálé E, controlling C, pénzügyi elemzés E, pénzügyi piacok és befektetése D, pénzügyi menedzsment számítások A, kommunikáció A, menedzseri munkaszervezése D, banktan A, logisztika E, szakmai gyakorlat, ami 10 kreditet ért, és 3 hétig kellett, hogy tartson, de bizonyítékot kellett szerezni, hogy tényleg voltam 3 hétig szakmai gyakorlaton. De ne kérdezzétek meg, hogy mert elég cikk is lenne beszélni róla. Szervezeti magatartás I. Felkészülés a szállodalgozathoz D. Most tegyünk rá erre. Mert ez a diplomamunka sokkal vastagabb, tehát nehezebb volt ezt még megírni is. Itt pedig megfogadtam, hogy nem használom fel a nagybátyám segítségét, mert hát csalónenik még egyszer
a nagybátyám segítségét kérni. Hát miféle egyetemista lennék, hogyha nem válnék más mentort erre, vagy témavezetőt, vagy ilyesmi. Tehát itt a foglalkoztatás, atipikus foglalkoztatás és szociális foglalkoztatásról kellett írnom hosszabban, úgy olyan 72 ezer karakterrel, ha jól emlékszem. Itt is ugyanaz a helyzet, hogy Zadanie, Záve és Páce. Volt köszönetnyilvánítás, absztrakt magyar, szlovák és angol nyelven, tartalomjegyzék, bevezetés, foglalkoztatásról írtam, na ez saját szerkesztés volt, hogy ez is. A témavezető adott ötletet, hogy hogyan írjam le. Például valaki szerint. Még lábjegyzetet is kellett csinálnom. Meg ilyen grafikont. Tehát ez olyan, mint az ekonómiát, de itt egy ekonomiai szakirodalmat is kellett használnom. Aztán itt az atipikus foglalkoztatás. Itt mindenféle elmélet volt. Persze mondta a témavezető, hogy ez sok helyen végzett, de nem tehetek róla, mert ez kurva nehéz megírni. Ez én itt 10-szer nehezebb. Aztán jött a szociális foglalkoztatás, arról is könyveket kellett olvasni. Aztán itt a befejezés, azt is én találtam ki. Aztán rezumé, de hát inkább szótárasztom, mert nem vagyok jó szlovák fogalmazásból. És ilyen hosszan kellett beszélni. Aztán felhasznált irodalmak. Használtam itt a makroökonomiát is, mint amikor az ECO2-t tanultuk. Ilyen internetes oldalakat használtam. Aztán voltak itt mellékletek, ilyen kérdőíveket csináltam, látjátok? És ugyanúgy CD. És itt az államvizsga már 8 kreditet érte. Tehát a magisztrén csak 3 A-t szereztem. Tehát ez 100 tantárgyból összesen 5 darab. És látjátok, itt már 92 volt ezek, most 93. a banktan, 94. a szerzeti magatartás, 95. a szakgyakorlat, 96. logisztika, 97. a diplomadolgozat. Aztán végül a finálé, amikor 3 államvizsgás tárgyat egyszerre megcsináltam. Tehát először volt, hogy 0 győzelem, 1 győzelem, 2 győzelem, 3 győzelem. Tehát 98, 99, 100. Tehát ezzel a 100 tantárgy elvégzésével véget ért a 20 évig tartó tanulmányom. Tehát ilyen szokatlan volt az egyetemi karrierem. És szívesen jártam az egyetemi karrierre ez alatt a 6 év alatt, mert ez nekem voltaképpen egy játék volt.
mert ami miatt a legszélsőbben mentem az egyetemre, az az, hogy volt ott egy egyedén könyvtár, ahol sokat használtam a netet. Tehát mindig bevittem oda a laptopomat, és ott játszottam. Ameddig csak lehetett. És csak akkor távoztam onnan, hogyha volt órá. Hogyha ebédre kellett mennem. Tehát minden sokan vállaltam az ebédet is. Még amikor nem kellett volna menjem, mert nem volt vizsgám, akkor is mentem oda. Tehát ilyen élmény volt meccsen. Ja, és jártam még gólyatáborba. Volt, hogy Budapesten is voltam kiállításon. Még részt vettem úgy kétszer futás a jövő hét rendezvényen. Nem, háromszor. Jól emlékszem. Aztán kipróbáltam még a mászófalat is. Meg előfordult, hogy munkaügyben is be kellett mennem a sejjárás egyetemre. Hát, és minden esetre elégedettnek kell lennem az egyetemi tanárokkal, mert az ás interjúztatók, akik elutasítottak engem, azok viselkedések kétszer gyalázatosabb. Ez akkor 90%-ot várják el tőlem, ami egy igazságtalan és aljas is. Már mindent elmondtam. Tehát ilyen szokatlan volt az egész tanulmányom. Úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra. Tehát számoljatok ehhez hasonló meglepetésekkel is. Ja, és még valami. Most már kitaláltok olyasmit, hogy miről vesz, hogy miről, mit akartok rólam tudni. De ne olyan fasságot állítsatok, hogy például vered-e a faszod? Na ilyenekre én nem válaszolok. Vagy hogy szereted a pinát? Olyat sem. Olyan kérdéset tegyetek fel tőlem. Inkább jó kérdéseket, mint hogy mi a kedvenc zeném, mi a kedvenc hobbim, vagy mi a kedvenc állatom, vagy ilyesmi. Ilyet feltehettek. Meg életrajzot számoljatok majdnem sokára. Úgyhogy már a búcsúzom, sziasztok!